And I promise you, every single person who wants to do something with their life and has done something with their life has gone through the exact chapter that you're going through. And it's the lonely chapter. It's the chapter where you don't fit in with your own friends, but you don't have the outcomes yet to fit into a new group of friends. And you're doing this thing, you're consuming content on the internet, you're doing these free tutorials online, and you're going through this and you're like, is this even worth it? Because you have no signs of success, right? But if there's anything that you can take away from what we're saying right now is that the sign of success is the hate that you get along the way. And what you can't do is bend the knee to their hate and fit back into the conformity because it's comfortable and it's warm, because then you'd have to remember exactly what the reason was that you decided not to go out to begin with, just because you listen to this podcast and you consume this content, you're like, I can do more than this. A 10-es éveid végén jársz, vagy a 20-as éveid elején, és gyakran szorongsz azon a témán, hogy hol menj tovább tanulni, mi lesz a te utad, mi lesz a te hivatásod, hogyan fogsz pénzt keresni, mennyi pénzt fogsz keresni, milyen munkahelyed lesz, akkor hadd osszam meg veled a saját történetemet. 16 éves koromtól kezdődően azt gondoltam, hogy a sportúvi karrieremből fogok megélni, erről majd nem sokat fogok egy picit beszélni, és ez egészen a 20-as éveim elejéig így is tűnt. Aztán a Covid elég is sok mindent megváltoztatott, úgyhogy szeretnélek beavatni unblock, ha nem ismernél, a történetembe röviden. 2015 nyarán elkezdtem saját esős edzéssel foglalkozni, a foci mellett, és néhány csapattársam is ugyanúgy szintén csatlakozott, és egy nagyon jó kis közösség kezdett el kialakulni, nagyon gyorsan elkezdtük látni a fejlődést egymáson, mind erőszintben, mind fizikailag, és emiatt egy idő után a focit abba is hagytam, és teljesen átálltam a saját esős edzés irányába. Nos, mint ahogy a legtöbbször, amikor belevágunk valami új dologba, keresünk valami olyan embert, aki inspirálni tud arra, hogy és fejlődj, és a közösségen kívül én találtam egy srácot interneten, őt Chris Nielsennek hívták. Ez a srác, egy norvég srác, azt hiszem, csinált egy éves ilyen test átalakulós videót YouTube-ra, aminek eléggé nagy sikere volt, és egy eléggé inspiráló videó volt számomra is. Amikor én elkezdtem ugye edzeni, 48-50 kiló körül voltam, és eldöntöttem, hogy én is szeretnék csinálni egy ilyen videót, majd szeretném dokumentálni a fejlődésemet, és következő év májusára elértem a 60 kilót, megcsináltam a videót is, és eléggé nagy sikere lett a videónak, viszonylag rövid idő alatt, tehát nagyjából most egy ilyen 3,2 milliónál tart az a videó, és igazából így elkezdett képülni egy követőbázison, mind Instagramon, mind pedig YouTube-on, és nagyon hirtelen rengeteg kérdést kezdtem el kapni edzéssel kapcsolatosan. Tehát nagyon nagy igény volt arra, hogy megosztom a saját tapasztalataimat, ezért elkezdtem tartalmat gyártani mind Instagramra, mind pedig YouTube-ra edzéssel kapcsolatosan, és így egyre jobban nőtt a követőbázisom, és így nagyjából 15-16 éves voltam ebben a korban. Na már most eleinte a fő célom az volt az edzéssel, hogy a fizikumot építsem egy kicsit, mert viszonylag egy vékony és egy alacsony srác voltam a középiskolában is, és szerettem volna azt nyilván akkoriban valami szinten kompenzálni, és nagyon élveztem azt, hogy itt, hogyha beleteszek valami munkát, akkor itt a saját balméreimet azért eléggé gyorsan le tudom maradni, nyilván az időszakomban is voltam, hogy eléggé gyorsan lehet fejlődni ilyenkor, de hogy nagyon gyorsan láttam a sikert, és nagyon élveztem magát az edzés meg a mozgás formát. Aztán 2016 vége felé, nagyjából, igen, én november körül találkoztam a street workoutnak, a sejtesős edzésnek a freestyle nevezetű ágazatával, akinek a képviselője akkoriban eléggé magas szinten az Daniel Slysens volt, és hát egyszerűen így nem tudtam elképzelni azt, hogy most ez a sportág, ez micsoda, nagyon hasonlított a tornához, de egyszerűen mégse, és így nagyon megfogott az, hogy milyen gyakorlatokat, milyen elemeket csinál ez a srác. Aztán nyilván elkezdtem tovább nézni ezeket az ágazatokat, láttam, hogy mások is csinálják, mások is nagyon magas szinten csinálják, de hogy megvolt ez a központi motiváció, hogy valamilyen új irányzatba is bele tudja kezdeni, azon kívül, hogy a testemet formálom. Aztán, hogy kutakoztam tovább a sportággal kapcsolatban, rájöttem, hogy ebből való világbajnokság, vannak versenyek, nemzetközi szinten, hazai szinten, stb. És úgy döntöttem, hogy én ki akarok egyszerre jutni a VB-re, egyszer valamikor, mert hát ez a Daniel Slysens nevezető srác, az Emilia példaképpen még vár, és ő ugye Moszkvában volt a VB, és ugye ő nagyjából mindenki évben kijutott a saját országából, úgyhogy ez nekem egy hatalmas motiváció volt, hogy én egyszer kijuthassak a VB-re, és olyan emberekkel találkozhassak, akik ilyen gyakorlatokra képesek. Már most, ahogy ezt a célt így kitűztem magam elé, ilyen nagyon stabilan, igazából rengeteg tartalmat kezdtem el gyártani Instagramra, YouTube-ra is, de Instagramra legtöbbet, és elképesztően gyorsan kezdett el növekedni a követői bázisom, aztán TikTokra is posztolgattam, ott is elkezdett nőni az egész,
és ott jutottam ki már, hogy van egy általános státusz, ami így a street workout keretein belül. És nagyjából 3 év leforgása után, tehát 2019-ben sikerült odajutnom, hogy kijutottam a moszkvai világbajnokságra. Most a többi versenyemről ide annyira nem akarok beszélni, már voltak azokról videók a régebben a csokonagyha, érdekel, akkor meg kell tudni nézni. És ott valami érdekel jó érzés volt az, hogy az a kis gyerekkori éne valamilyen szinten megvalósította a saját céljét meg álmát. Először éreztem azt, hogy valami olyat valósítok meg az életemben, amit így tényleg magamtól tettem le az asztalra. És nyilván egy elég hosszú időszak volt, tehát nekem a 3 évem az nagyon, itt semmi másról nem szólt, csak arról, hogy bementem iskolába, aztán hazamentem edzeni. És volt, amikor napi 2 edzettem reggel, aztán bementem súlyba, aztán este edzettem. Tehát rengeteg dologról mondtam le, igazából így kulizgat, hogy semmi jártam el meg ilyennek. És hát nyilván ez valakinek szélsőséges, azt mondja, hogy ez nem feltétlenül nekem megoldás. De számomra egy jó megoldás volt, mert így a street workouton belül nekem olyan jó kapcsolataim alakultak ki, amit még a mai napig is fent tudok tartani. Tehát mind magyar szinten, meg nemzetközi szinten is igazából nagyon jó kapcsolataim vannak, úgyhogy ennek nagyon hálás is vagyok, hogy itt ez a sportág ezt lehetővé tette számomra. És nem bánom egyáltalán, hogy kimaradtam ezekből a krízós időszakokból, úgymond a gimnáziumban. Aztán mi történt a VB után, ugyanis ahogy lement a VB, én nem éreztem azt, hogy úgy sikerült, ahogy ezt szerettem volna, tehát nagyjából én középmezőnyben végeztem, és emiatt nagyon átkapcsolt a fejem, hogy még keményebben kell edzeni, stb. És augusztusban a VB után történt egy biceps szakadásom, tehát a bicepsnek a hosszú feje, az eredési pont az leszakadt, és így egy 3 hónapos pihenőre kényszerültem igazából, ami elkezdett eléggé sok mindent beindítani gondolati síkon bennem. Természetesen az egyik oldala az agyamnak az úgy működött, hogy de mindenféleképpen tovább kell tolnod és versenyezned kell. Másik meg úgy volt vele, hogy vajon vissza fog be tudni ebből az egész sérülésből épülni vagy sem. Aztán jött a következő szar a levesbe, igazából meghalt novemberben nagymamám ebben az évben, és ez eléggé megviselt, mert eléggé közel állt hozzám, és ez az időszak igazából úgy unblock, hogy összefoglalom, akkor nagyon elkezdett elgondolkoztatni azzal kapcsolatosan, hogy ki vagyok én, mit akarok az élettől, hova tartok, milyen irányokat szeretnék felvenni, illetve hogy mit csinálok úgy unblock, tehát hogy oké, versenyezgetek, eljárok ilyen helyekre, olyan helyekre, olyan helyekre, stb. De hogy valójában hova tartok úgy unblock. Ugye beindult bennem ez a természetes folyamat, hogy elkezdtem filózolni, most már elmúltam 18, sportedzői képzésre járok, még 2 éves tanfolyam, 2020-re, tehát 20 évesen át fogom végezni. Mit fog magammal kezdeni? Elindult így bennem ez a folyamat végül is. Volt közben, amit még beszólnék ide a történet, és ezt kihagytam még, hogy nagyjából 2018 vége felé találkoztam egy Görög Ádám nevezetű sráccal YouTube-on. Különböző ilyen önismertőkkel fejlesztős témában kezdett el videókat gyártani, amik nagyon rezonáltak bennem és nagyon érdekes témák voltak, valamiért azt éreztem, hogy így ösztönösen közel áll hozzám, hogy produktivitásról beszél a csávó, gondolkodásmódról, szemléletmódról, érzelmi intelligenciáról, és különböző ilyen pszichológiai aspektusokról, nagyon jól közelítettem a témákat, látszott rajta, hogy elég jól olvasott a témákban, és csinált is egy ilyen képzést, aminek az volt a neve, hogy Tacit Pro, és ezt egy ilyen 20 000 forint körül meg is vásároltam, és nekem annól ez egy ilyen személyiségváltozásbeli történetet így elővégé behozott a képetbe, akkor kezdtem el egyébként okoskodni YouTube-on is ilyen önfejlesztő és meg önismereti dolgokra, ami természetesen így a gyéke csúcsa volt akkoriban, mert nulla tapasztalattal tanult tudásul így szórtam az igét, mint hogyha az nagy igazság lenne. De nem bánom, igazából ez jó volt, mert ha kimondod magadnak kamerán keresztül, az egy második fázis a tanulásnak. Úgyhogy én elkezdtem ettől a csávótól tanulgatni, nagyon érdekesek voltak ezek a dolgok. És utána 2018 karácsonyában, a karácsonyekor indított egy képzést weboldal készítéssel, webshop építéssel, meg marketinggel kapcsolatosan, ami nagyon-nagyon tetszett, és innen is köszönöm még egyszer szüleimnek, hogy így karácsonykor kisegítettek ennek a képzésnek a megvásárlásában, és hát az nekem egy nagyon nagy ilyen vízválasztó volt, és érdekes a téma, egy évig foglalkoztam vele, viszont amikor ugye ez a VB volt, meg versenyre készülés, meg majdnem meghalt, akkor egy picit ebben az időszakban ez a téma alább hagyott, nem foglalkoztam annyira vele, és ugye visszajövök most ahhoz az időszakhoz, amikor ott voltam, hogy majdnem meghalt, biceps szakadás, elkezdek kattogni azon, hogy milyen irányba megyek, és ekkor ütött be úgymond a Covid is így pluszba, és ez még jobban egy picit így lecsatolt engem a social médiára, a tartalomgyártásra, erről a feszülés, hogy akkor folyamat megyek, edzek, versenyezek, blablabla. Egy kicsit így, mintha magamba kezdtem volna nézni, meg így tekinteni, és ugye ez volt a központi téma, hogy
hogy elkezdek felnőtté válni, mit szeretnék, hova akarok kiukadni, mert ugye láttam azt, hogy iskolába járok, és ugye ez a sportedzői képzés, ugye ezzel mit fogok csinálni. Tehát én elképzeltem magamat többször, hogy majd az lesz, hogy 6-7 ügyfelet úgymond leedzek egy adott nap, esetleg csoportos edzéseket tartok, aztán lenyomom a saját edzésemet, majd hazamegyek, és ezt meddig csinálom, ezt csinálom, mondjuk 7-8-10 évig, meg mondjuk mellette workshopokat tartok, vagy micsoda. Vagy mellette még most mit tudom én, akkor egy 8-10 év múlva felépítek egy edzőtermet, ami úgy tényleg működőképes, és akkor majd akkor lesz valami. És ez annyira azt éreztem, hogy az egész ilyen munkaköri vonal ez így betenne engem egy ilyen dobozba, egy ilyen szabályrendszerbe, egy keretrendszerbe, egy ilyen maraton szisztémába, egy ilyen röpő szisztémába, amit én nem szerettem. Tehát igazából az iskolában sem szerettem azt a közeget, hogy bejársz, minden egyes nap, mit tudom én, 6-7-re kell kötelező bemenni, csöngetnek akkor mehetsz ki, hogyha pisálod kell, akkor szólni kell a tanárnak, azt majd, hogy olyan kedvel, akkor talán kienged vagy nem. Tehát lényeg az, hogy nem szerettem ezeket az ilyen kötöttségeket, és nekem a street workout, ugye az edzés, a tini koromban az azt adta meg nekem, hogy ebből a kis börtönből, ebből a dobozból kimegyek, hazamegyek, és akkor kimegyek a kondiparkba, berakom a zenét a fülembe, és mondjuk leesek 500-szor a rúdról, de akkor is fölállok, mert csinálom a dolgomat, és meg akarom mutatni magamnak, hogy igenis képes vagyok ezt megcsinálni, be fogod adni, hogy eleget gyakorol, stb. És megadta nekem ezt a mentális útvonalat, hogy amúgy igen, képítek egy mentális állóképességet, illetve azt csak, amit szeretnék, és szabadon érzem magam, amikor mondjuk elkezdek ugrálni, pörögni, rúgról, jobbra-balra a rúdon, és megkaptam ezt a szabadságérzetet. Úgyhogy azt éreztem, amikor így projektáltam jövőmet magam elé, hogy ez hiányozni fog, hogy ez így el fog tűnni, és majd az edzés az lesz, hogy na igen, hogyha utána már megcsináltad a kötelet, akkor talán majd ugye az edzetjeit elmondom dolgozhatsz, és akkor igazából már azon filóztam, hogy valójában nem tökezve nem a tudás miatt leszek rabszolga, hanem majd a pénzért leszek rabszolga, hogy megélhessek. Ergo itt így nem álltak össze a dolgok, és nem annyira volt nekem ez szimpatikus. És hát akkor leültem én magammal, és akkor így breakdownoltam mindent egy ilyen füzetbe. És odajukadtam ki igazából, hogy számomra a szabadság az egy ilyen number one prioritás. Tehát hogy én ezt nem, hogy még kevésbé akarom majd megélni, hosszú távon az életemben még jobban szeretném megélni, független attól, hogy mondjuk mi az a kitaposott út, amit mondjuk a legtöbb ember jár, vagy sem. És ebből kifolyólag definiáltam, hogy számomra a szabadság az egy döntés lehetőség. Tehát hogy dönthetek arról, hogy mondjuk holnap 9-kor kellek feldolgozni, vagy holnap 11-kor kellek feldolgozni. Vagy döntetek arról, hogy mondjuk holnap veszek egy repjedet és elutazok Máltára, vagy sem. Tehát, hogy számomra a szabadság adnak a definíció az a döntési lehetőség, és persze ennek vannak különböző spektrumai, meg mindig ugye, amilyen szinten van az ember, az éppen annyira szabad, de hogy nekem nagyjából egy ilyen dolog így elkezdett kirajzolódni a fejembe, hogy én valami ilyesmit szeretnék. És akkor persze elkezdtem tovább gondolni a dolgokat, hogy na amúgy igen, van egy követőbázisom, akiknek amúgy soha nem éreztem azt, hogy igazán tudnék értéket adni azáltal, hogy megválaszolok 3-4-5 kérdést, vagy egy témáról beszélek egy videóba. Mindig volt bennem egy ilyen pici negatív érzet, hogy okay, most itt ráírt valaki, küldtem neki egy hangüzit, de hogy amúgy ezzel nem oldottuk meg a problémát, nem biztos, hogy segített neki annyit, hogy mondjuk tényleges eredményeket érjen el vele. Ez mindig így bennem volt. És ugye láttam azt maga veled, hogy van egy kurva követőbázisom, akik egyébként kérnek, meg szeretnék információt hallani tőle magán edzésről, illetve van mondjuk egy alapvető marketing tudásom, weboldalkészítő tudásom, ami persze mondjuk egy több alap dolog, de hogy ezeket miért ne lehetne összekompózni. Persze közben az volt bennem, hogy de annyira jó lenne segíteni másoknak, meg foglalkozni másokat, tehát én szerettem volna mindig is foglalkozni emberekkel, de amikor ezt így kiraktam magam elé, hogy akkor itt van a marketing, itt van az a közösségi média, akkor azon gondolkoztam, hogy ezt mire lehetne használni. És akkor úgy döntöttem, hogy csinálok egy weboldalt, ahol elég úgy volt, hogy majd edzésterveket próbálok feladni, stb. Vagy már úgy dolgozni másokkal együtt, hogy edzéstervet csinálok nekik, és akkor tudjunk együtt dolgozni. És akkor a másik dolog, ami beugrott, hogy mindent, hogyha csinálnék, vagy írnék egy elkönyvet teljesen kezdőknek. És hát ezt a könyvet elkezdtem értékesíteni egyébként Facebook hirdetésekkel andó, meg a Facebook csoportomból, hogy nagyon sokat kommunikáltam magamról a célközönséget, és hát nagyjából most már mai nap ott tartunk, hogy egy ilyen 1200 értékesítés az, ami így megtörtént, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök, hogy ennyi ember igazából bizalmat szavazott nekem, mert szerintem aki végigolvasta és végigcsinálta azokat az aspektusokat, amiket mondtam benne, az megismerkedett a sportág alapjaival, képes volt összerakni magának egy edzéstervet, és el tudott kezdeni haladni az úton, hogy legalább nem minden egyes lap az álmodba
pistúlyod, remélem, hogy mindenkinek hasznos volt egyébként. Ebben a könyvben igazából arról beszélek tök egyszerűen, hogy kezdőknek hogyan érdemes elindulni a saját testsúlyos edzéssel, és hogyan tudja meg túl az alapgyakorlatokat főképpen. Aztán útközben találkoztam a jelenlegi üzlettársammal is, és mára már az egyik legjobb barátommal, Gerivel, akivel közösen úgy döntöttünk, hogy csinálunk egy marketing videóséget, ugyanis ő is hasonlóan ismert a marketinges eszközöket, tudott weboldalt készíteni, stb. És mert volt egy ilyen eszmecserén konkrétan, egy másfél-két óra, és egyből úgy döntöttünk, hogy akkor valami közöset csináljunk. És ugye láttuk azt, hogy ki mit csinál itt környékünkben, és akkor úgy gondolom, hogy mi is kocsolunk egy marketing ügynökséget. De már most halálnyilag szintünk nem volt arról, hogy hogyan kell egy marketing ügynökséget operálni, azon kívül, hogy tudtunk weboldalt készíteni, meg hirdetéseket csinál, meg ilyen fasságokat. Megvásároltuk Iman Gajinak képzését, akit valószínűleg lehet, hogy egy páran ismertek már azért, mert ez itt ilyen 2020-as időszakban vagyunk, akkor még nem volt egy ismert srác, egyébként most már nagyon nagy figyelme van azzal kapcsolatban, amit csinál, egészen magas bizniszeket épített ki. És annó már, amikor megvesztük a képzését, neki már egy olyan biznisze volt, egy olyan ügynöksége, nemzetközi szinten, amivel 100 ezer dollár fölötti havi árbevételeket keresett meg. Ennek a profit aránya pedig 90%-os körüli volt, mert ő egy ilyen butik ügynökséget csinált, ami annyit jelent, hogy egy-két ember volt nála, tehát nem voltak nagy kiadásai. És ez nekünk egy hatalmas előrelépés volt, mert megtanultunk azon kívül, hogy tudunk bizonyos skilleket kivitelezni, rendszerben gondolkozni, hogy hogyan kell mondjuk egy alap kicsi ilyen butik ügynökséget futtatni, hogyan kell mondjuk ügyfeleket szerezni, ügyfeleket kommunikálni, tárgyalni, szerződésekkel lebonyolítani dolgokat, meg ugye magát azt a service-t, amit adunk a cégeknek, azt lebonyolítottuk igazából. Hirdetéseket kezeltünk, weboldalakat építettünk, és olyan struktúrákat viteleztünk ki, amik ugye potenciálisan bevétel növekedés jelentenek egy vállalkozás számára. Eközben egyébként Talános Balázs is elkezdtem együtt dolgozni. Hát az elmúlt 3 évben nagyjából egy olyan ügynökséget épített ki, amivel 300 ezer dollárt keresett nemzetközi piacon. Balázstól rengeteget tanultam, marketing management szintéren, tehát őknek is ügynökség volt, és beleláttam a folyamataikba, és ugye nagyon sokat tanultam emiatt tőle, ami még jobban tette az ügynökségünket, és ugye elkezdtünk úgy ámblok növekedni együtt a Gerivel, és rengeteg volt a meló, tehát igazából amellett, hogy én a könyvet értékesítettem, és mondjuk edzés projektemben volt egy-kettő ügyfelem, azon kívül én a marketingben dolgoztam a Gerivel rengeteget, tehát ezért fajtam ebbe egyébként a YouTube-ozást is, mert a vállalkozásban benne dolgoztunk, és hát ennek nyilván meg is lett a gyümölcse. Eljutottunk ugye arra a szintre, amikor már nem kellett gondolkoznom azon, hogy mikor kelek föl, honnan dolgozok, vagy hogy ki tudom ezt fizetni, vagy el tudok-e menni ide nyaralni, és végre azt az érzésvilágot élem, amit igazából andó, még a szobámba kitgondoltam magamnak, és ez egy borzasztóan jó érzés, hogy ezt 20x szívesen valaki meg tudja valósítani. De most nyilván semmi nem ilyen fennék tejfel, mert nyilván az elmúlt évesen nekem is voltak bukásim, kriptóval több millió forintot buktam, akkor volt egy autós biznisz, amikor autókat adtam bérbe, hát az sem sikerült a lehető legjobban, és voltak ennek olyan részei, amikből azért rengeteg tapasztalatot tudtam leszűrni, és rengeteg tanulságot tudok elkönyvelni. Szeretnék csak 2 dolgot elmondani ezzel a kapcsolatban, hogy miért jó az, hogyha szorongsz azon, hogy mi a te utad, mi a te karriered, hogyan fogsz pénzt keresni, hol tanulj tovább. Ez azért egy jó dolog, mert ez azt jelenti, hogy benned van a tűz, a motiváció, az ambíció azzal kapcsolatban, hogy felelősséget akarsz vállalni az életedért, és fel akarsz nőni, és ez egy nagyon jó dolog. Nagyon sok emberek az életében ez nincsen meg, rengeteg ilyen fiatalra találkoztam, sőt, idősebbekkel is, akik igazából olyan életszint valat élnek, ami a minimumnak a minimuma. És azért vannak ott, mert nincsen benne egy felelősségvállalási vágy, egy belső motiváció erre. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ott van benned. Viszont próbálj meg leülni, hátradőlni, és többször csinálni azt, hogy megpróbálj megnézni azt, hogy mik azok a kis dolgok, amiket nem veszel esetleg észre, és amik összeérnek, amik szállnak, amik talán összekapcsolódhatnak. Vagy mik azok a dolgok, amikben összesen tehetséges vagy, de soha nem figyeltél annyira oda rá, mert azt mondtad, hogy jó, ez hobbinak fasza, stb. Mindig ott lesznek ezek a dolgok. Ha pedig nincs ilyen, akkor csak próbálj ki olyan dolgot, amire azt mondod, hogy ez érdekes, vagy erre te kíváncsi vagy. De ez egy nagyon fontos dolog, és ez manapság egy kurvára nehéz dolog, mert tele van a TikTok, meg minden egyes ilyen social platformos bullshit azzal, hogy
dropshippingeljél, forex tradingeljél, ezt csinálod, azt csinálod, szöveget írjál, marketing szöveget írjál, nyissál egy agency-t, csináld ezt, csináld azt, csináld azt. Mindenki mond mindez, hogy mi a legjobb, mi a legtutibb, de valójában valamilyen szinten mindegyik működik. A feladat az, hogy egy dologban indulj el, kötelezz el magad, és csináld, és tarts ki mellette. És nem az, nem biztos, hogy azt fogod csinálni az életed végig. Ez 1000%, hogy én sem biztos, hogy a ügynökséget fogom csinálni életem végig. Ezek a kis elemek, amiket te választasz, azok csak részei a te utamnak, azok csak egy kis elemei annak, hogy te valójában kivé válsz. Ami igazán fontos, hogy az út során mennyire vagy bátor meghozni döntéseket, és mennyire bízol magadban azzal kapcsolatosan, hogy te amúgy erre képes vagy, és lehet, hogy szaridőszakod van, de ebből a szaridőszakból te képes vagy te magadnak felállni. És ez a fontos, hogy megtaláld ezt az eszenciát saját magadba. Ha nincs meg ez az eszencia magadban, nem bízol magadba, akkor pedig ajánlom és javaslom azt, hogy kezdj el foglalkozni önismerettel. Kezdj el foglalkozni azzal, hogy ki vagy te, hogyan működsz, hogyan reagálsz a világra, hogyan reagálsz az eseményekre, mitől félsz, mitől nem félsz, milyen fóbiáid vannak. Ismerd meg ezeket, kezd el ezeket a határokat feszegetni, mert hogy ezt megteszed, akkor ezzel lépsz előre. És az önfejlesztés az nem azt jelenti, hogy elolvasom 200 könyvet egy évbe, vagy 400 könyvet, azért, mert mondjuk egy CEO elolvas ennyit, és ezt mondta valamelyik nagyon okos, vagy valamelyik tudom milyen kutatásba. Ez egy bullshit. Az igazi önfejlesztés az, amikor te saját magaddal foglalkozol, úgy igazán, magadat térképezett fel azok szerint a szempontok szerintem, amiket az előző szempontokból elmondtam, mert azzal tudsz igazán fejlődni, hogy gyakorlatban teszel, nem pedig azt, hogy elolvasol 200 könyvet. Az is gyakorlat, csak valójában igazából ez egy ilyen mentális maszturbáció, és ez egy fontos dolog.